Sziasztok! Ebben a videóban a Phantom 4 Pro Plus típusú drónnak a alapvető funkcióival, beállításával, menürendszerrel fogunk megismerkedni. Először is bekapcsoljuk a távirányítót. Utána fogjuk a quadcoptert. Ezt a védőt levesszük róla. Elhelyezzük az akkumulátort, érdemes úgy behelyezni, hogy ezt a két kis billentyűt benyomva tartva helyezzük a drónba. Érdemes azt megnézni, sokan volt olyan probléma, hogy kipattant az akkumulátor. Fogjuk, és ha így megnyomjuk, akkor láthatjuk, hogy nem jön ki. Bekapcsoljuk a quadcoptert, ez az, aki sajnos le van merülve, de úgy gondolom, hogy a videóhoz ez bőven elég. Látható, hogy a tablet, vagyis nekem egy bővített verziói drónja van, tehát ez a plusz verzió, ez azt jelenti, hogy nekem be van építve a kijelző a távirányítóba. Most egyőre nem szeretnénk letölteni, mert le van merülve az akkumulátorunk. Itt is szólt, hogy van. Amikor indítjuk a drónt, jó szokáson szíven szeretnénk stabil, megbízható pozíciótartást. Első körben kalibráljuk az iránytűt. Elkapcsolunk. Mutatni fogja, hogy mit is kell tennünk a géppel. Mint látható, megfogjuk egyszer, körbe forgatjuk így a drónt. Egészen addig, míg az itt látható ledek nem váltanak ködre, majd ledöntjük, és ezt a mozdulatsort ugyanúgy megismételjük. Igen, sajnos lakásban előfordulhat, hogy nagyon erős a mágneses interferencia, nem kell kétségbe esni, távolabb helyezzük a készüléket, és a kalibrációs folyamatot megismételjük. Döntjük, megismételjük ugyanúgy. Hát igen, ez itt beltéve sajnos nem nagyon működik, mint látható, sokkal zavaró tényező. Na de nem is ez az elsődleges, megmutatom a készüléknek a menüjét. Kezdjük is a főképernyővel. Megnézzük, ha mit találtok a menüsorban. Ez a piros jelzés, ami valójában zöldnek kéne lennie, ez az akkumulátort jelzi, azt jelenti, hogy 17% van. Így már ne szálljunk fel a drónra, én azt javaslom, hogy 30% alatt már ne használjuk a drón, illetve 25%-nál szálljunk le vele. Ha itt mellette látunk, ő azt jelzi, hogy milyen erős a térerő, illetve az, hogy milyen minőségű a videó kapcsolat. A mellette kis szám azt jelzi, az én drónom esetében két frekvencián tud kommunikálni, 2,4, 5,8 GHz-en. A semmiből 5,8 GHz-en van. A következő ugye az a távirányító jelerőssége. Ez azt jelenti, hogy működik-e a ütközésgátló. Ugye a mi esetünkben, mivel igencsak sötét van, ez nem működik. Itt meg azt jelzi, hogy mivel nincs GPS, csak optikai pozíciótartás van. Ugye beltérben csak ez működik. Tudtommal 10 méter alatt lehet ezt a funkciót használni, illetve kell hozzá kellő mennyiségű fény. Mellette egy üzenetjelző sávot látunk, itt jelzik azt, hogy GPS-on vagyunk-e, verült-e az elem, fail-safe funkció, illetve hogy mi a fő probléma. Ez a menüsor meg azt mondja meg nekünk, hogyha repülünk a drónnal, hogy mennyi idő van hátra repülési időből. Ha erre a sávra rákattintunk, itt meg tudjuk nézni azt, hogy milyen állapotban a készülékünk. Overall státusz megmondja azt, hogy kell-e fönnvévfrissítés, van-e nagyobb hiba, ilyesmi. Ha megnézzük a többi menüpontot, megnézhetjük az imut, ez az egység azért felel, hogy a készülékünk stabilan tudjon pozíciót tartani. Nem pozíciót, hanem egyensúlyban maradjon, ugye ez érzékeli azt, hogy merre dől és milyen sebességgel, illetve a magasságot.
Ha ez itt erről jelent, akkor az immunegységet újra kell kalibrálnunk. A kompasztról már előbb beszéltünk, ez az iránytű, ez fele azért, hogy tudjunk megfelelő távolságot. Első, tehát viszont többi annyira nem érdekes. Láthatjuk, hogy 10 szemben az aksink, úgyhogy így már nem akarunk felszállni. Meg lehet nézni, hogy 33 fokon van a akkumulátor, ez teljesen rendben van, 15 fok alatt nem működik, és nem is engedő, hogy felszálljunk a géppel. Phantom 4 Pro Plus esetében, érdekes módon ezt nem nagyon verik nagy dobra, el van látva a fűtésre az akkumulátor, tehát mínusz 10 fokban nem kell kétségbe esni, mert 15 fok fölött fogja tartani a akkumulátor magát. Gimbal státusz, szerintem ezt nem kell magyarázni. Jöjjön a főmenü, ami szerintem a legfontosabb. Erre a kis három pöcsre kell rákattintani. Belemegyünk először szerintem ebbe a kis quadcopter jelzésbe. Itt a HomePod settingsben azt tudjuk megmondani, hogy a távirányítóhoz szálljon le. Tehát hogy ez a jelzés azt jelenti, hogy ott szálljon le, ahová felszáll, tehát ha bekapcsoltuk a gépet. Ez a jelzés azt jelenti, hogy oda szálljon le, ahol a távirányító pozíciója van. Én az elsőt javaslom, hallottam, hogy voltak ebből problémák. A következő azt mondja meg, hogy milyen magas legyen a visszatérési magasság. Ez azt jelenti, hogy amikor elmegy a jel, vagy megnyomjuk a home gombot, ezt a gombot, most pont a videón nem látszik, tehát megnyomjuk a visszahívó gombot, akkor a drón ebben a magasságban fog elmelkedni, ebben a magasságban fog elmenni. Igen, tudjuk, fog elmenni a home pont fölé, és ott fog leereszkedni, de mindig ebben a magasságban, amit itt beállítottunk. Én javaslom, hogy 100 fölötti egy adatot beírni, mert így nagy esélye semminek nem fog neki ütközni. Itt azt mondjuk, hogy engedélyezzük-e a P-mód, sportmód, altitúdmód. A P-mód azt jelenti, hogy mindegyik szenzor működik, maximum 45 km/h-val tudunk repülni Phantom 4 Pro esetében. Az S-mód azt jelenti, ez a sportmód, itt 72 km/h-val tudunk repülni GPS tartás mellett. Az A-mód, az altitúdmód, ilyenkor semmilyen pozíciótartás nincs, csak a magasságot fogja tartani az eszközünk. Következő beginner mód, ez annyi, szerintem a beginner mód, ez annyi nem érdekes. Itt megmondhatjuk, hogy milyen magasra szeretnénk szállni. Gyárilag 500 métert engedélyeznek, én 400 métert állítottam be, de javaslom inkább a 130 méter maximum repülés, mert nem tudhatjuk, hogy milyen körülmények lehetnek. Itt azt mondja neki, hogy milyen messze mehet el tudunk a gép. 5 km igazából sose fog sikerülni, lefelé akkor, hogyha egy mezőn vagyunk, pont ráálltunk a drónra, és nincsen sehol semmi antenna. Advanced settings, sensor state. Ha nem jó az imunk, akkor itt az imunk kalibrációval tudjuk kalibrálni az imunegységet. Itt egy ilyen nagyon kis dizájnsáblán el fogom magyarázni, hogy hogyan kell. Erről rengeteg tutorial videó van. Több videóban erről majd fogok beszélni. Kapaszkalibrációról beszéltünk, ezt érdemes minden repülés, illetve hely változtatás előtt megtenni. Úgynevezett názatásznak is szokták hívni, bár ugye ez a drone ezen tánc, de mindegy. Nem érdekes, expo, itt megmondhatjuk, hogy a távirányító kilengésére hogyan reagáljon a drón, ezt külön meg lehet adni a throttle-re, a jóra, tehát a forgásra, illetve hogy a négy irányba hogyan haladjon a drón. Tehát először lassítva, gyorsabban, vagy legyen inkább gyorsabb a gyorsulás is. Tehát ezt a gyorsulási rámpát lehet megadni. Szerintem ez azt jelenti, hogy milyen erősen fékezzen, milyen legyen a végpontja a maximális gyorsulásnak. Én javaslom a bréket levenni 80-ra, mert nagyon agresszívan szokott fékezni, és szerintem a videónál zavaró lehet. Ez a menühöz, ha kedves az életetek, soha ne nyúljatok. Következő menüpont, itt be tudjuk kapcsolni a szenzorokat. Ugye én bekapcsoltam az összeset, tehát azt jelenti, hogy legyen a hátsó szenzor bekapcsolva, legyen intelligens a hazatérés, tehát ha mondjuk útakadályban az kerüljön ki, vagy álljon meg előtte. Engedélyeztem a Tap to Flight, igazából ezt nem javaslom, hogy használjátok, nekem még nem sikerült nagyon működésre bírni. Ezzel engedélyeztem azt, hogyha követ minket a drón, akkor tudjon hátrafele is menni. És itt bekapcsolható, hogy minden működjön, tehát hogy ne szálljon le, amikor van alatta valami, pontosítsa a landolást, egyébként ezek tök jó funkciók, hogyha van útban van a retuntohomnak, akkor ne menjen neki, hanem igyekezzen kikerülni. Ezt úgy csinál, hogy fölemelkedik, és az adott tárgy fölött, épület fölött el fog menni, és már visszaereszkedik a retuntohom beállított magasságába. Távirányító Európában a Mode 2-t szokták használni, de azt jelenti, hogy a bal kézre eső a forgás és a gáz, a jobb szélső, ugye a jobbra, balra, előre, hátra mozgás lehet vele kiváltani. A C1, C2 az ez a két gomb. Nekem úgy van beállítva, hogyha megnyomom a
jobb oldalit, akkor bejön a térkép, ha lenyom a bal oldalit, akkor a kamera fog lebillenni, ez teljesen kézre szabható, testre szabható, úgyhogy szóval menjünk tovább a menübe. Beállíthatjuk azt, hogy milyen frekvencián kommunikál. Egyébként az autó szerintem jól működik, a kezdeti időben voltak vele problémák, megadható az 5,5 GHz, vagy 2,4-en. Igazából a 2,4 az jobb, nekem az 5,8 az eddig nem igazán hozott eredményeket. Én javaslom ezt inkább 2,4 GHz-es kommunikációra beállítani. Megyünk tovább a menübe, akkor láthatjuk, hogy hogyan néz ki az akkumulátor, ugye 4 darab cellánk van, mutatja hőmérsékletet, mekkora feszültség van, mennyi merült, illetve az, hogy ebbe az akkumulátorba hány darab ciklus van, ez azt jelenti, hogy hányszor merült föl, tehát merítettük le és töltöttük föl. Itt beállítható az, hogy mennyi legyen a kritikus, akkor azt mondja a drón, hogy ahogy tud visszatér a, tehát elkezdődik majd returnholmolni, majd leereszkedni, tehát visszatérnek indulási pontra, akkor már benyúlni nem lehet, ez a kritikál. Low bat warning az meg azt jelenti, hogy mekkora legyen az a százalék, aminél szóljon nekünk, figyelmeztessen minket, hogy merülünk. Az AC settings-re beállítható, hogyha nem használjuk az akkumulátort, akkor mennyi időt teljen el a kisülésig. Ugye ezeknél az aksiknál nem tesz jót, hogyha maximálisan föl van töltve, ezért azt csinálja, hogy megvédje az akkumulátort, egy idő után le fogja meríteni, ez egészen tudtommal 1-től 7 napig beállítható. Ez úgy néz ki, hogy ha lerakjuk az akkumulátort és nem nyúlunk hozzá, nem kell a drónba lennie, akkor a beállított időtartó után le fog merülni. De ha megnyomjuk a gombját, tehát mi meg akarjuk nézni, mennyi töltöttség van benne, akkor ez a számláról reszetelődni fog. Te azt jelenti, hogy újra kezdi el számolni az 5 napot. Tehát ne lepődjünk meg azt, hogy elrakjuk az aksit, és akkor elővesszük itt egy hét múlva, és akkor az le van merülve, ez teljesen normális, ez azért csinálja, hogy megvédje magát. Érdemes a használat előtt egy nappal föltölteni, és nem a használat előtt 2-3 nappal, mert így tudja leadni a maximális teljesítményt, illetve az akkumulátornak is kíméletesebb. Itt a gimbal tűkbe állítva, a FPV azt jelenti, hogy kövesse a drón billenését, ilyen repülőszer legyen, a follow azt jelenti, hogy folyamatosan tartja a horizontot, tehát kivegye a drón mozgását. A kalibrétetű kalibrálni, tehát nem jól működik a gimbal, meg hogy tehát egyéb problémáink vannak. Szerintem röviden ennyi a menüről. Tovább a főképernyőn. Ez azt jelenti, hogy ugye ő maga a térkép, itt meg tudjuk nézni, hogy hol tartózkodunk helyileg. Ez érdemes, amikor rögzíti a home pontot a drón. Így vissza tudunk kapcsolni, illetve nekem be van programozva a jobb oldali gomb. Ez programozható, tudjuk gyors gombról is aktiválni, illetve a kamerát is tudjuk ugye billegtetni. Tovább menjünk, ez egy histogram, ugye mutatja meg, hogy hol vannak kiégve a képek. Tovább menjünk be a menübe, ezzel a gombbal tudjuk visszanézni a képeinket. Illetve ezzel a gombbal tudjuk állítani, hogy felvenni szeretnénk, vagy fotózni szeretnénk, tehát videómód, vagy fotómód. Üldözés közben nem csinál képet, csak egy ilyen 4K-ból kivesz egy ilyen JPEG-et, én azt nem javaslom, vagy videózunk, vagy fotózunk. Ez van, érdemes ezt kapcsolni a módok között. Megnézzük, ezzel tudjuk indítani, tehát menjünk, hogy fotózni fog egyet a készülék. Ha átkapcsol videómódba, hogy akkor indít egy videót nekünk. Ez a beállítás menü. Érdemes autóba adni, bár sokan használják manuálban, szerintem nincs sok értelme, elég jól be tudja magát állítani. Talán ami érdekes, hogy az ISO az automatikus, szerintem az nem kell foglalkozni. Az EV korrekciót érdemes állítani, erre szerencsére van gyors gomb is, ezt nem mindig tudja jól belőni. A többit nem érdemes, én szerintem piszkálni. Videómód esetében érdemes 4K 60fps, a nagyobbik 4K-t nem javaslom. Nem nagyon van a megjelenítő, ami azt használja, de a kisebbik 4K 60fps az a mi esetünkben teljesen tökéletes. Érdemes MOV-ra állítani, valaki MP4-be, ez változó, én NTSC-be állítottam, hogy tudjam a 60 frame per szekundumot, illetve a D-Sign-nek arra jó, hogyha nem szeretnénk olyan utómunkázni, tehát csinálj egy ilyen nagyon élénk videót, de a filmesek jobban szeretik a D-logot, mert ilyenkor egy ilyen flat jellegű videót fog csinálni, és sokkal könnyebb utómunkázni.
De a lusták mondjuk, hogy nem is a D-Sign Nike-ot használni, ez így kivilágosít, beszínez, mit tudom én. Ha meg szeretnék szép utómunkat, akkor D-Lokba érdemes kapcsolni. Többi nem érdekes, ez a drón már tudja a H265-öt, sajnos még a YouTube meg egyéb oldalak nem nagyon szeretik, így javaslom a H265-et használni. Hát H265-be valamiért csak 60 megabit per szekundumos videót hajlandó készíteni. Szóval videómódról röviden ennyi. Ha átkapcsoljuk fotómódba, akkor megyünk ezt a menüt, akkor a fotóbeállításra fog bejönni. Az előző menüre nem térek ki, az ugyanaz. Ennél a gépnél a szenzor aránya az 3-2-es, így érjük el a legnagyobb képet, ezt 3-2-esre állítani, illetve ugye én esetemben én RAW-val fotózom, utólag dolgozom fel a képeket, ugye legtöbb a JPEG-gel, de RAW-ba sokkal több hozható ki. Egyébként a JPEG az katasztrófa, úgyhogy nem is javaslom a használatát. Beállítások, ez a közös beállítások, legyen histogram, javítsa a képet, szóljon, hogyha ki van égve a kép, legyen kapcsolva a mechanikai zár. Ugye ebbe a drónba az első olyan Phantom, be tettek rendes mechanikus redőnyös zárszerkezet, úgy mint a fényképezőgépekben. Ennek köszönhetően a Rolling Shutter nevű jelenség eltűnt. Én szerintem az AF meg az MF Focus Assistance nem érdemes bekapcsolni, engem zavart, hogy mindig kirakta teljesbe, egyébként elég jó az élőkép, tehát látni fogod, hogyha nem éles. Ha viszont jó, hogy a kicsit ilyen félhomály fotózik az ember, akkor mi fotózik, a videózik, az első két ledet, ami van a drón elején, a piros ledeket kikapcsolja a fotózás, a videózás idejére. Érdemes beállítani a rácsodatot, hogy jól be tudjuk lőni a témát. Röviden ennyi, illetve ami meg tudja tévfelni az ember, el kell venteni a kamera beállításokat. 4 profit lehet beállítani. Ha ezt így nem mentjük egy külön profitba, akkor hajlamos így elfelejteni. Úgyhogy ha ezt így beállítjuk, akkor rengeteg bosszúságról tudjuk magunkat megkímélni. Írva a fotóbeállításokról, túl sok beállítása nincs neki. Így röviden ennyi. Itt a menüben láthatjuk, hogy ISO 500, Shutter Speed, illetve a jobb oldali kapcsolóval, tekerővel tudunk léptetni a beállítások között. Én igazából csak az elvét szoktam állítani. Már igazából már nem kell. Ennyi. Ez a menüvel tudjuk beindítani, ha elhúzom a csúszkát, akkor be fog indulni a drón. Most már nem enged, mert le vagyunk merülve. Ez a távirányító beállítás, itt ő beállítani, hogy szeretnénk, hogy ilyen rajzolós effektbe menjen, tripod állás. Ez ilyen fotózásnál jó, ekkor működik az összes szenzor. Tap to fly azt mondja meg, hogy hová repüljünk. A mérek az aktív track, itt tudjuk magunkat kijelölni és tud minket követni a drón. A homelock, én azt nem javaslom. A cruise lockot, a homelock azt jelenti, hogy mindig felén fog állni, akármerre irányítjuk, a cruise lock azt jelenti, hogy mindegy, hogy merre áll, ugyanaz lesznek az irányok. A waypoint meg azt jelenti, hogy az általunk kijelölt pontokat végigrepüli. A terrain flow azt jelenti, hogy követi a mintázatot, a point of interest, ami érdekes lehet, itt megmondunk egy középpontot, és e körül fog kölözni. A follow me, az más, mint az aktív tech, mert a follow me az a távirányítónak a GPS jelét fogja követni. Hát köszönöm a videót, további szép estét, vagy jó napot kívánok!